Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Felezési idő mérése. A sörhab, akár csak bármely más szén-dioxiddal dúsított ital, habjának csökkenése exponenciális. Ezt az exponenciális csökkenést szeretnék most megvizsgálni. Ehhez szükségünk van egy mérőhengerre, amiben sört öltünk úgy, hogy a lehető legtöbb habja legyen. A habnak a vastagságát fogjuk megmérni. Az alját elég könnyű lesz, hiszen a sör és a habjának az elválása az egy egyenes vonal mentén történik. A másikat már sokkal nehezebb lesz megállapítani, mert a levegő és a sörhábnak a szintje az nem teljesen egyértelmű. Az elején sűrűbben, vagy később fél percenként följegyezzük a habnak a vastagságát, majd ábrázoljuk, és megpróbáljuk megbecsülni a sörhab felezési idejét. A kezdeti magassága 28,1. Az elején még mérhetünk egy kicsit gyorsabban is, sűrűbben is, 15 másodpercenként. 24,5. Közben az időt is följegyzem. És egy perc elteltével 20 cm. Két perc elteltével 17,5. Mivel a hab a szélén megtapad, hogy elég nehéz megállapítani, azért érdemes forgatni, hogy olyan helyet találjunk, ahol legjobban a közepét látunk. Tizenhárom egész öt,
2003. És látható, hogy ilyenkor a hab magasságának a csökkenése sokkal-sokkal lassabban zajlik, tehát nem sokára be is fejezzük a mérésünket. Az utolsó értékünk pedig 12,4. Eredményeinket ábrázoljuk az idő függvényében, és megpróbáljuk megbecsülni a sörhab felezési idejét. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!